90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt! Neked is. Neked is, András, jó reggelt. Meg mindenkinek, aki hallja, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek kívánunk jó reggelt? Annak is, aki nem hallja. Vagy a kedves hallgatóknak. A hallgatóknak, akik hallgatnak. Szóval nagyon jó reggelt mindenkinek, akkor szóval. Ezt megbeszéltük. Na figyelj, csináljuk úgy, hogy úgy kezdjük el a műsort. Én ma egy nagyon jó rádióműsor. Legyen az, hogy úgy kezdjük el a műsort, ahogy most megbeszéltük, tehát először én jelentkezek be, aztán te jelentkezel be, és mindenkinek jó reggelt kívánunk. Na, akkor most indíthatom? Ez már élő? Értem. Akkor miért nem szólsz, amikor... Nagyon boldog Jenő napot kívánok. De miért nem szólsz, amikor a főpróba helyett bekapcsolsz élesben? Van ez ilyen. Itt vezette 10 éve ezt a műsort, ebből 3,5 éve vezérled az adást, és megbeszéltük 1000-szer, hogy a főpróbát már ne adjad be. Értem. Elnézést kérek. Még jó, hogy nem az előtte lévő mi mamámat is beadott. Az nem mi mamama volt, hanem Odett. Odett is volt, amiért piros pontot írjál be magadnak. Polgár Odett volt, a Hey Little Lady. Ezt nem igen. Én raktam be, hanem Zsoltól kapta előttünk. Egy piros pontot. Jó, rendben. Én örülök neki, de azt nem én. Na. Más tollával, Odett tollával nem ékeskedem. Gézu hajkúja, ismerős folyó, nem lépek bele újból, rossz felé megyek. Na. Nem egy optimista pénteki hajkú, ezt inkább egy hétfői. Ma optimista péntek van. Csináljuk úgy, hogy mondjuk el, hogy milyennek a műsornak a neve, lehet nekünk üzenni, kik vannak a stúdióban. De azért, mert összezavartál, hogy a főpróbát élőbe betetted. Na, jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádión, Budapesten és Vétel körzetében. A két műsorvezető közül az egyik Kántor Endre, a másik Mihálovics András. És van telefonszáma. Időpont, dátum. Ja, igaz. Telefonszám. Elrontottam megint. Időpont. Jó reggelt kívánunk, ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión. 2022. Gyilkos. November 18-án az egyik műsorvezető Kántor Endre. És Mihálovics András, a másik. 06 30 20 10 909, ez egy telefonszám, de igazából csak SMS tudunk rajta fogadni, meg WhatsApp és Viber üzeneteket is. Őrület. Amelyeket nagyon nagy szeretettel várunk kedves hallgatóinktól. Köszönjük szépen. Akiknek jó reggelt kívánunk. Most na, jó hát volt? Ez erős volt, én azt mondom erre csak azt tudom mondani, hogy erős. Na! És köszöntjük akkor, mint tanult kollégám, kiollózta a megfelelő orgánumokból a Jenő nevű hallgatóinkat. Megint nem túl sokan ünnepelnek együtt Jenővel névnapot, mert a Csendék, a Csendikék, a Jolánok, a Jónások, a Noék, az Odiliók, Odiló, nem Odilió, Odiló. Én már gyártottam egy másik nevet. Odiló! Szerintem nagyon klassz. Olyan dallamos név. Igen. És lehet kiabálni, hogy gyere ide, Odiló, gyere ide, ugye? Igen. Otto, Péter, Pető és Román is van. Csak nehogy elfelejtsük. Na, nézzük, mi köthető november 18-ához. Hát például 1307-ben nehéz napja volt William Tellnek, mert hogy akkor még nem sejtette reggel, hogy a fia fejéről le kell lőnie az almát.
a számszeríjával, de ez is megesett, kérem szépen. Bár ez egy legenda, nem tudjuk, hogy megtörtént-e valóban ez az eset. Minden esetre a fennmaradt. Biztos valami olyasmit kellett tenni William Tell, svájci állampolgárnak, ami miatt legendába foglalták a nevét. Mert ha otthon ült volna és kávézott volna... Tudod, mi a volna, legborzasztóbb dolog a világon? Hogy nagyon elterjedt... A finom főzelék. Az egyik, az tényleg az egyik, az első között benne van, nem azért, mert nem jó, hanem azért, mert az ellentétes a nevével, tehát az egy nagy átverés, ugye? Hát ezért, igen. Bár én szeretem, én törpe minoritás vagyok. Mondjuk úgy, igen, hogy megesszük. Szóval, hogy Schiller is feldolgozta a drámát, de hogy mi a fia neve? Tehát hogy hívták a gyereket? De nem maradt fenn. De fennmaradt, csak hogy egyáltalán nem emlékszik rá senki, mert mindenki arra emlékszik, hogy Telvin most a fia fejéről, de hát itt a főszereplő a kisfiú. Végül is. Nem? Hát neki a fejéről kellett lelőni az almát. Egy biztos úri kantonban történt. Az egészet megörökítették egy, természetesen úgy... a kártyában, a magyar kártyában. Melyik? A Mack felső, nem? A Hermann Gessler. Tele van a Telvilmos szereplőivel, ugye? Igen. Na, a legenda halála. Erről is be kell számolnunk. A svájciak sokáig vakon hittek abban, hogy ez így van, és nagyon komolyan felléptek azok ellen, akik kértségbe verték volni, hogy ez az eset megtörtént. Idővel... Sok mindenki ellen kellett fellépni. Igen, például ellenünk is, mert én simán elhittem, és most is elhiszem. Így volt és kész. Idővel azonban a történettudomány arra a meggyőződésre jutott, hogy Tell Vilmos kitalált alak. Csak úgy, mint Robin Hood. Ő se létezett állítólag. Végül a svájci közvélemény is elfogadta a tényt, hogy nem létezett. Ennek ellenére alakja a folklórban megőrződött, és a mai napig népszerű. Tehát... No, akkor Tell Vilmos, köszönjük szépen. Szóval azt mondja, hogy Morris Mitchum ezen a napon alkotta meg a Teddy Bear-t 1902-ben. Az megvan, hogy miért lett, és miért kötötték Roosevelt elnökhöz? Nem az a Roosevelt, hanem még egyel előbbire. Mert hogy egy medvebocsnak megkegyelmezett. Teddy Roosevelt. Szenvedélyes vadász volt Teddy Roosevelt, és lovastiszt is, meg katonás. Ilyen, akinek a születésnapja van ma, az is nagyon érdekes, mert Mickey Egérnek hívják. 1928-ban ezen a napon készült el az első szinkronizált rajzfilm, Walt Disney Steamboat Willie című filmje. Biztos megvan, még filmek előtt, amit a Disney készített, vagy producált, van ez a jelenet, amikor fütyűrészik a Mickey Egér, és hát az a Walt Disney fütyül egyébként. De nem Walt Disney rajzolta. Azt? Aha. Tényleg. Ha nem. Hát képzeld el, hogy olvastam egy cikket, miszerint az is egy urbános legenda, hogy Walt Disney rajzolta volna a Mickey Egeret. Na tessék. Mindjárt rá szűrök erre, addig te haladjál tovább. Hát azt szinkronizálta, érdekes, de nem ő rajzolta. Szóval ez Mickey Egér, vagy Mickey Mouse születésnapja is. Egyébként pedig 1993 nagy nap volt Dél-Afrikában, elfogadták az új alkotmányt, és tehát ezen a napon így több mint 300 évnyi fehér uralom után a feketék is megkapták az alapvető emberi jogokat. Tehát ez 1993. Uh-huh. Születésnaposok közül kiemelendő Louis Daguerre, francia díszlettervező, a fényképészet úttörője, a daguerotípia feltalálója a nevéből, ugye? 1787-ben született. Oké, felteszem a kérdést, de nem neked, a hallgatóknak. Tudjuk-e, ki volt az első amerikai űrhajós? Tessék! 06302010909 Viber, WhatsApp és SMS, közben megyünk tovább. Addig Margaret Atwood, kanadai írónő is ezen a napon született. A Szolgálólány meséje című sorozat elég megrázó alkotás. Nem habkönnyű esti lazításokhoz való, de meghozta a világhírt Margaret Atwood, kanadai írónak, aki költő is, meg műkritikus és feminista aktivista is. Bizony. 1939-ben pont Amanda Lear is ezen a napon született. Akiről azt híreztelték gyerekkoromban, hogy férfi. Így van, Ellen Moore, angol író, képregényíró is 1953-ban. Kim White pedig, mint poszter szobám falán. Ne menjünk el Ellen Moore mellett, mert a Watchmen, a V, mint vérbosszú. Jaj, de jó. Hogy mi volt annak? A Szövetség volt a magyar címe, jaj, de vacak címe volt a League of Extraordinary Gentlemen. Zseniális képregényeket alkotott, amiből természetesen filmek is születtek, mint ugye Alan Moore. Ne menjünk el Kim Wilde mellett sem. Sehogy, ne. Poszter szobám falán, és a hajtókámon, mint jelvény, is jelen volt Kim Wilde. Így van. Élete és mellette művészete. Volt Kirk Hammett, akkor nem sejtettem, hogy jóval idősebb én nálam.
aki két évvel később született. Nem, ugye? Az a hátamra volt varva a metal, egy, és golyóstollal volt felírva az iskola köpenyő. Csak azért mondom, hogy ez a fajta diszonancia ez létezett akkor, mert minden zenét meghallgattak a fiatalok, amihez hozzájutottak, és például az egyik ismerősömnek a nagy mondása mutatja be a 80-as éveket igazából Magyarországon, azt mondta, hát igen, az a jó zene. Az a jó zene. A Halloween, meg a Modern Talking. Úgyhogy ez egy mondatban el tudott az hangozni. Nem tudok úgy beszélni fiatalkori zenei élményeimről, hogy meg ne rökönyödne. Neki nincsenek ilyenek. Mi, miért, ő mit csinált? Nem tudom, neki csak a gubacsi tócsa van. És azt, igen. Biztos villamosozott. És Owen Wilson, amerikai színész, forgatókönyvíró. Igen, megvan. Megvan? Megvan. A galambóru Owen? Bezony. Na. Itt van. Azt mondja, hogy... Az új Saturday Night Live műsorvezető? Igen. Na, megvan. Megvan Owen Wilson. A karakter, mármint Mickey Eger karakter megalkotója, Ub Iwerks volt, hiába óriási tehetségű rajzoló, ismeretlenül halt meg. Kansas City-ben született, ahol Walt Disney is felnőtt, egy helyi újság illusztrátoraként dolgozott, és utána a Disney-vel hosszú évekig közösen munkálkodtak Los Angelesben, és együtt kezdtek el animációval foglalkozni. Például ő tervezte Oswald a szerencsés nyúl dizájnát, de ők rajzaiból alakultak ki olyan emblematikus karakterek, mint Clarabelle Cow és Horace Horse Solar. Hát ez az Ub Iwerks az egy érdekes figura volt, ugye, mert az eredeti filmekben drótvékony végtagjai voltak a Mickey Egérnek, és gonosz jelleme. Macskákat és nőket kínzott. Mickey Eger, úgy indult a sztoria, úgyhogy későbbi formáiban kerekedett ki egy kicsit, és lett kedves. Úgyhogy... Igen. Aztán, na, tehát, hogy viszonylag ismeretlenül halt meg, és ugye mindenki Disneyhez kötti a Mickey Egeret. Na, hát te Elvilmos, most leszámoltunk, átvittél. Na, nézd meg akkor, hogy megérkezett-e a megfejtés, biztos tudják a kedves hallgatók. Várjál, azt mondja, hogy többen is tudják, Alan Shepard űrhajós, de csak ugrott az űrbe, 10 percet volt, ott írja több hallgató is, és többen hozzáfűzik, hogy űrugrás közben a saját pisijében ült, mert hogy annyira... Hát ez volt. 1923-ban ezen a napon született Alan Shepard, tehát róla is emlékezünk. Ő az első, és milyen durva, hogy nem maradt fent a neve. De fennmaradt, hát most nem emlékeztünk úgy, meg. De... Nagyon kevesen tudnák a választ erre. Vágó úr, feltenni ezt a kérdést a műsorába, szerinted mit igen. jelölnének meg a legtöbben ennek? Hát, igen. Atya ég, Vágó úr. Azt mondja még a hallgató, hogy jó reggelt, mit szívtatok, srácok, nekem is kell belőle, illetve egy másik hallgató, na ködöt. Végre, ködöt. Én is értem, miről szól ez a műsor. Ködöt. Egész reggel befelé ide, úgyhogy erre Szóvic, számíthattok Cunamit, ti is. Macinak már a cserébe a mai kezdés. Ma optimista péntek van, egyszer már volt neki toleráns napja. A toleráns napon, igen, ezt előttük, most már hagyjatok. Most már nem szabad írni a 0630 20 10 909-re, nem szabad írni. Semmilyen nem szóviccet. Meg. Nem szabad. A rádiózás nagykönyvében nincs ez benne. Azt ember. Szeretném neked mondani, hogy Ernest meggyőz. Jackson, Sugar Daddy és a Gumbo Roo egybe gyűltek, és elsiránkoztak, hogy ennyire fölmentek az árak. Erről szól a következő felvétel. Végre valaki. Get your bets down, ladies and gentlemen.